Igen, elkezdtük a negyedik hetet. Egyre több a taktikai elem, ugye elővesszük már az alaptaktikai elemeket, amik begyakorolásra szorulnak, illetve hát a képességekhez mérten minél hasznosabban tudjuk majd alkalmazni, vagy minél jobban tudjuk alkalmazni. Mellette nagy hangsúly van ugye a fizikai állóképesség, fizikai erőnek még az előkészítésére. Jól dolgoznak a lányok, elfáradnak kellemesen, igyekszünk a munka, regeneráció, pihenést jól elosztani náluk, és igazándiból a munkával úgymond elégedett vagyok. Bele kell pakolni magukat, hiszen mi vagyunk ugye az egyes csapat, mi vagyunk az előtérben, ugye mindenki ránk figyel főleg, így azért mondtam a lányoknak, hogy ez felelősséggel is jár, de bízom benne, hogy így nem fogunk csalódást így okozni sem magunknak, sem saját magunknak, sem így a értünk izgulóknak vagy szurkolóknak. Pénteken elmegyünk Debrecenbe egy kétnapos tornára, ahol a Fradi, a Debrecen és a Hajdunánás felnőtt NB1-s csapata lesz az ellenfelünk. Onnan fogunk átutazni gyárra, ahol egy 5 napig, tehát csütörtök estig leszünk edzőtáborba. Ott csak dolgozunk, tehát ott nem fogadunk úgymond ellenfelet, ott csak magunkkal foglalkozunk, tényleg nagyon jó körülmények között. Minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy így a munkát utána tudjuk folytatni, és majd utána fogunk visszatérni, és utána már egy szűk 3 hét, és kezdődik a bajnokság.